Sziasztok, üdvözöllek a Shark Bite legújabb részében. Itt vagyunk a Jim Sulaimannál, és a tulajdonossal, Sulival beszélgetünk, Hassan Sulaimannal, és nagyon sok olyan, vagy nagyon sok versenyző készül itt a teremben, és nemrég nyílt a terem, én azt mondanám, illetve a másik, ami nagyon fontos én szerintem, és ne felejtsük el, hogy az én véleményem szerint az egyik legjobb hangulatú terem szerintem egész Magyarországon. Mikor nyitottatok, hogy volt ez, mi volt ez az egész terem, mikor ötlött ki belőled? Sziasztok, Szuli vagyok. Az, hogy mikor jött az ötlet, hogy terem legyen, az nagyon sok éve volt bennem. Az, hogy szeretnék egy olyan edzőtermet, ahol egy olyan közösséget építünk fel, ahol a közösségnek ereje van. Tehát nem csak az, hogy lemegy az ember, vesz egy napi jegyet, vesz egy bérletet, elkezd edzegetni, megismerkedik egy-két emberrel, lesz egy-két haverja, hanem az, hogy ez az egész egy nagy közösség, ami befogad bármilyen embert, legyen az versenyző, erőemelő, testépítő, átlag ember, aki szeret edzeni, befogadja egy ilyen közösség, ahol van egy elfogadás. Az elfogadásnak az a lényege, hogy tök mindegy, milyen célból vagy itt, van bennünk egy közös, szeretjük a súlyzós edzést, az, hogy milyen mértékben, az már az egyén dönti el, és olyan termet szerettem volna, ahol ez meg is történik. A jó hangulat, amiről beszél a Dani is, az ebből adódik, hogy egyszerűen itt vannak az erőemelésben elég nagy nevek, testépítésben is, és nagyon sok olyan ember, aki csak szeret lejárni edzeni, mint ahogy én is, mert én sem vagyok versenyző, sem erőemelésben, sem testépítésben, de kicsi korom óta vagyok edzőterem, mert apukám is edz. És azt szerettem volna, hogy legyen egy olyan légkör, ahol mindenki jól érzi magát, szeretjük a súlyzós edzést, ezt úgy kell elképzelni, mint egy uszodát. Ott is lehetnek versenyzők, lehetnek csak olyan emberek, akik strandolni szeretnek, de van egy közös, szeretik a vizet, szeretnek úszni, és ugyanez van itt a súlyzós edzéssel, hogy egy jó hangulat, jó terem, és ebbe csöppent bele a Dani is, ami hetente egyszer vagy kétszer mindig átjön hozzánk edzeni. Az, hogy TSM, az a Team Sulaimán módszer. Team Sulaimán módszer, TSM. Ugye nekem van egy csapatom, ami testépítéssel foglalkozik, és amikor ezt egyik posztba írtam ki, hogy mi szerint edzünk. Ezt azért írtam ki, hogy TSM, mert hogy le legyen rövidítve, hogy mi hol tartunk, miért csinálunk az edzésen belül. És a módszer az a testépítésből indult ki. Felállítottam egy pár szabályt, ami eddig nem volt a testépítésben, mint például ennyire nem volt kihangsúlyozva az, hogy olyan indítatásból nem teszünk semmiféle lépést, vagy edzéstervet nem írunk, hogy például izomformálás. Ugye a TSM, amikor a YouTube-on bemutattam először, három alap szabályt próbáltam elmagyarázni. Az egyik az, hogy a súly mindenek felett, de nem minden áron. Ennek csak annyi a lényege, hogy az erősödés a lényeg az edzés módszerben. Tehát a teljesítménycentrikus edzés, számokban mérhető fejlődés. Mennyivel nyomsz? Az 1-es, 5-ös, 10-es vagy 100-as ismétlés szám nagyobb súllyal tudod-e végezni? Tehát van egy szériád, 5 ismétlés, mondjuk 100-ba tudsz 5-öt, és mi arra megyünk rá, hogy akkor 101-be, és utána 102-be, 110-be, és így tovább. Tehát az erősödés az egyik lényege, hogy fontos számokban mérhető fejlődés. A másik, izomformálás nem létezik, tehát az izmoknak a térfogatát próbáljuk befolyásolni, nem pedig az alakját, tehát nem akarunk bicepszet csúcsosítani. A harmadik pedig az, hogy a szabályosság nem egyenlő a jogával. Én azt értem az alatt, hogy egy gyakorlat akkor szabályos, ha minél több izmot hoz, a legkevesebb sérüléssel. De nem feltétlenül az a legszabályosabb, amiben a legkevesebb lendület van, ami nagyon lassan van vezetve. Az is jó, de nem feltétlenül csak az a szabályos. És nyilván a másik legfontosabb dolog, mivel a Sharkbite-ban vagyunk, ezért a közös edzésünk. Én azt szoktam mondani, hogy 2015-ben egyik alkalom, amikor googoltam, akkor csak annyit mondtam, hogy tudnál kísérni egy googolásra? És akkor onnantól kezdve elkezdtünk beszélgetni, aztán kiderült, hogy igazából ő már régóta ismeri a fataromat, csak nem esett le neki, hogy fatarom a fatarom. És igen. Igen. És utána 2015 végén
Igen, 2015 végén így nagy nehezen ki tudtam nyugni azt, hogy kezdjünk el edzeni. És azóta mondjuk így, hogy a kapcsolatunk, szerelmünk, edző-edzett viszonyunk. Karolina, jöjjön! És természetesen, hogy így mondjam, a kontextusunk, inkább mondom így, bocs, de még az előbb edzettem. Jelentsen bármit is így az van. A szó. Igen, az azóta él. Én nem tudnám elmondani azt, hogy mit is jelent kettőnek a munkája, de nekem én azt szoktam mindig mondani, és mindenhol szerintem már te is hallottad egy pár helyen, ahol úgy szoktam mondani, hogy te vagy a fiatalabbik bátyám, és az edző megy be. Köszönöm. Hát akkor mesélek én arról, de én kérdeznék is tőled, hogy amikor úgy döntöttél, hogy eljössz, és beszélsz 40 percet, célozgatsz arra, hogy Szuli foglalkozz velem. Tehát ez 16 volt. Igen, a legelső... Az igazából nem 40 perc volt, az már 3 hete tartott. 3 hét volt? Aha. Sajnos én, ha valaki nem mondja ki, hogy mit szeretne tőlem, én bármit oda képzelek, csak azt nem, amit ő gondol, hogy szeretne tőlem. És a Dani próbálkozott ezek szerint 3 hétig célozgatni arra, hogy szeretne valakit maga mellé, egy külső szemet, egy edzőt, aki újra színpadra állítja, mert nagyon sok évet kihagyott. Én abból nem értettem semmit. Mesélt, hogy jó lenne egy edző, jó lenne ez, jó lenne az. Ugye én edzősködtem a teremben, ő is. És végül egy ebédelésnél mondta, és én meg helyeseltem folyamatosan, hogy igazad van, Dani, szükséged van egy edzőre, igazad van, ez kell neked, az kell neked, de mindent gondoltam, csak azt nem, hogy engem akar edzőnek. Ha egy normális ember megnézi a beszélgetést, biztos vagyok benne, hogy észrevette volna bárki, hogy rám céloz, de én nem, tehát ha nem mondja ki, nem. És szerintem megunta. És mondta, egyettem is, amikor már látta, hogy nem tudja már hány szögből próbálta meg úgy mondani, hogy kicsalja belőlem, de nem. Ugye úgy szoktam mondani, ha egy mesztelenül egy nő beleugrik az ölembe és visszaállja magát, én azt fogom hinni, hogy epilepsziás rohama volt. És egyszer csak így rám nézett. Ebbe testvérek vagyunk. Igen, hát ez te is ilyen ügyes vagy. És rám nézett, és mondja, Szuli, mondom, igen, felkészítesz? És akkor így kimásztam a Matrixból, hogy jaj, én, téged, hát persze, hogyne, hát persze, hogy segítek. Nekem ő volt az első tanítványom egyébként, akivel tudtam végigcsinálni egy teljes felkészülést, és a színpadig tudtam kísérni. A Dani volt ő az, aki így fölment. És nekem, ahogy ő fölment a színpadra, az egy ilyen megható élmény volt. Én bőtöm utána. Én közben. És most jött el az idő, hogy eljött a terembe, és azt mondta, hogy Szuli, kell még egy verseny. Én a Daniba mindig hiszek. Tehát én mindig úgy vagyok vele, hogy ha ő beleteszi azt a munkát, nem hagyja, hogy a depizés, a hisztizés, a bármiféle negatív dolgok hassanak rá, ő igenis nagyon jó formát tud hozni a színpadon. És amikor azt mondta, hogy azt szeretném, hogy te készíts fel, szokás szerint azt mondtam, hogy igen, és elkezdtük a felkészülést. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltál. Hát nagyon szívesen, nekem is ez egy élmény, én szeretem. Én nagyon remélem, hogy nagyon nagy meglepetést fogunk okozni, főleg akkora meglepetést fogunk okozni, mint 16-ban mekkorát okoztunk így mindenkinek. Én nagyobbra számítok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hogyha szeretnétek támogatni a Sárvájtot, illetve a Dani Buildinget, akkor azt a patreon.com-on meg tudjátok tenni, akár $1 is. Instagram, Facebook és YouTube-on a Dani Buildinget keresitek, akkor azt meg tudjátok követni, vagy éppen be tudjátok lájkolni. És ne felejtsétek el, hogy a YouTube-on mindenképpen be tudjátok jelölni a csengőt, mert hogyha megjelenik egy videóm, akkor mindenképpen az egyből kaptok egy hírt róla. Ami a másik, a Szulit pedig a Jim Suleiman oldalon tudjátok megtalálni, mint Facebookon, mint Instagramon, és mint YouTube-on is most már. Igen. Itt Kispestre el tudtok jönni
Kispest, Csokonai utca 3. Első edzésetek ingyenes, és az első bérlet az 5990 forint, korlátlan havi bérlet. Úgyhogy mindenképpen gyertek el, mert szerintem ennél jobb árat nem fogtok kapni, és ne felejtjétek, én szerintem az egyik a legjobb hangulatú terem. Mellette olyan dolgok, mint például fekvenyomó padok, azt szerintem ilyen minőségű fekvenyomó padok, vagy inkább verseny fekvenyomó padok, ennyi darab, 9 hajó? 6 darab, ja, még hát 9 helyen lehet, 9 helyet ki lehet alkítani erre a célra. Lábtolók, teljes a géppark, profi versenyrudak, súlyzók, meg a gépek is elég jó. Úgyhogy gyertek és nézzétek meg, mert szerintem érdemes, és nem lehetne ez egy ilyen kis új bakancslista mindenkinek, aki az edzéssel foglalkozik. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, úgyhogy ne felejtjétek, dicsőség és kondi, és természetesen TSM. Sziasztok! Sziasztok! Távolba nézés párbaj, Dani Wilding vs. Lucai Balázs. Szavazás indul!